A Grundfos Magyarország gyártó Kft. 4-es számú épületének tetején 2750 napelemet telepítettek. 5000 négyzetméteren az egész tetőt napelemek borítják. A beruházást évek óta tervezte a cég, 2021-ben pedig elkezdték az előkészítést. Ez közel 300 millió forintos beruházás volt önerőből, tehát a Grundfos cégcsoporton keresztül kaptuk a támogatást. Ezt igazából önerőből hoztuk létre. Körülbelül, és ugye a két gyáregységet látja el, amiben most vagyunk, ennek a gyáregységnek a tetejére lett telepítve, de mind a két gyáregységet ellátja. Ez körülbelül 10 000 megawattnyi áram egy évben, és ennek olyan 9-10%-át terveztük ezzel megtakarítani. Illetve nem megtakarítani, hanem kiváltani. Az ügyvezető hozzátette, a cég elkötelezett a környezetvédelem mellett, ezért is valósították meg a napelemparkot. A város számára fontos, hogy egy ipari partner beruházást valósít meg, az is jelentős, ha valamilyen klímavédelmi beruházás történik. Amikor egyszerre valósul meg a kettő egy helyen, akkor azt meg kell köszönni, mondta Cserbalkovics András polgármester a napelempark avató ünnepségén. Nagyon komoly teljesítmény, és egy ipari üzemhez képest nagyon komoly arány, amit innentől kezdve a napelemmel fognak tudni biztosítani. Ez tehát fenntartható, környezetkímélő, és szerintem mondjuk, hogy nagyon-nagyon jó üzenet a jelenből a jövő számára, és üzenet a tekintetben is, hogy igenis az ipar az tud odafigyelni a környezetére is, az energiakorszerűsítésre, az energiahatékonyságra, a fenntarthatóságra. Úgyhogy a Grundfos ennek eddig is azt hiszem, hogy pozitív értelemben élharcosa volt, és itt azt hiszem most megint példát mutatott, úgyhogy köszönjük. A napelemek segítségével a teljes telephely éves energiafelhasználásának 10-12%-át lehet fedezni, és évi 271 tonna széndioxid kibocsátást lehet megtakarítani.